Maier Péter halálhíre gyászba borította Komáromot, tragikus hirtelenséggel január végén hagyta itt hitvesét és kislányát, és a komáromi Eötvös utcai alapiskola közösségét, az elszánt és céltudatos iskolavezetőt a céljaiban rendületlenül követő pedagógusokat, és a létszámában évről évre gyarapodó iskola diákságát. Maier Péter 60 éves volt. Rövid idő alatt bizonyította azt, hogy milyen fontos az, hogy a csapat élén egy valódi vezető, egy valódi igazgató legyen. Ezzel nem csak az iskolát serkentette arra, hogy minél magasabb színvonalat biztosítson, hanem a többi iskolát is mondhatjuk, hogy húzta magával, hiszen egy egészséges, sportszerű versenyt alakított ki. Vezetése alatt sportosztály létesült az iskolában, a szlovák nyelv oktatását megreformálta, elismert szaktekintélyeket hozott a tantestületbe. Az iskola teljes körű felújításon és korszerűsítésen esett át a magyar kormány támogatása által. Ez egy csoda. Én úgy gondolom, hogy ekkora összeget, hogy kaptunk, és így sikerült, tehát most minden tényleg szép, és látom a gyerekeken főleg, hogy tetszik nekik, tehát mikor egy 9-es azt mondja nekem, hogy jaj, hogy éppen most kell elmennem, az egy olyan jó érzés, hogy jó munkát csináltunk. Úgy gondolom, hogy a kollégák is jól érzik magukat, tehát a gyerekeknek ez a új, tiszta környezet, ehhez még hozzáteszünk egy jó oktatást, és akkor tényleg minőségi iskolát tudunk létrehozni. Maier Péter tele volt tervekkel, és viszonylag rövid idő alatt varázsolt átlagos iskolából élenjárót. Jelenleg több mint 500 diák jár ide. Több oktatási intézményben dolgozott az élete során, mint mester, mint igazgatóhelyettes, mint igazgató. Én úgy érzem, hogy a sok év tapasztalatát pont itt az Eötvösön tudta kamatoztatni legjobban. Mivel viszonylag rövid idő alatt, 6 évről beszélünk, amíg igazgató volt az Eötvös iskolába, hihetetlen módon átalakította ezt a intézményt. Maier Péter érdemei elvitathatatlanok. A tanári kar bár megrendülten, de a hagyatéka szellemében dolgozik tovább. Számunkra nem kérdés, hogy az általa kialakított értékrend szerint folytatjuk tovább a munkát, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy odafentről is nagyon büszke lehessen ránk. Igazgató úr, a tüzet te adtad, a lángot mi visszük tovább.